Valahogy foglalkoztatott az evangélikus szó jelentése, és ha már itt keresgéltem, gondoltam, fölveszem az egészet, és megosztom másokkal, hát ha őket is érdekel. Eléggé messze fog ez az egész elvinni, de se baj, akit érdekel az igazság, és érdekelnek ezek a fajta dolgok, szerintem élvezni fogja, és értékelni fogja. A jelentésén kívül én inkább érdeklődöm az iránt, hogy hogyan is alakult ki ez a szó, és azok után pedig meg fogjuk nézni maga az angyal szót, hiszen az evangélikus nyilván az angyal szóval hozható összefüggésbe. Ez a wikiszótár.hu és az evangélikus bejegyzés, mint melléknév, ugye evangélikus vagy luteránus, és ez egy vallásforma, protestáns keresztény egyháznak az egyik ágazata, vallás, egyház vagy tanítás, amely ugye Luther Márton vallási vezető tanításait követi, amely szerint Jahusá vagy Jézus egyéni elfogadásán keresztül érhető el a lelki üdvösség. Szóval használhatjuk ezt a melléknevet vallásra, egyházra, tanításra, ezen kívül személyre vagy dologra, úgy mint Luther egyházához tartozó vagy ahhoz kapcsolódó személy vagy dolog, ezen kívül egy magatartás vagy gondolkodás, illetve bármiféle dolog, ugye Luther követőire jellemző, azzal kapcsolatos vagy azt tükröző. Ha megvizsgáljuk a főnév alakját, akkor Luther tanait követő személy, és nagyjából ez az egy bejegyzés van. Ugye az eredete a szónak evangélikus, és nézzük meg. Ugye a luteránus az minket nem érdekel, de evangélista, evangélikus. Nézzük meg, hogy itt mit találunk. Ha megnézzük az evangélista főnevet, akkor azért már tovább jutunk. Ez ugye Jahusa vagy Jézus életének egyik írója, ugye Máté, Márk, Lukács, János, és vallási térítő személy, ha arról van szó. De ami érdekesebb, az eredete a szónak, és megtudhatjuk azt, hogy az evangélista kifejezés az az ómagyar evangélista, a latin evangelista, illetve a görög evangelistes, jó hír hozójából ered, és eu, jó, illetve angelos, hírvivő, és ennek a két szónak az összetételéből áll össze az, amit ma mi evangélistaként ismerünk. Gyakorlatilag a jó hír terjesztőjéről van szó. Ha már ezt megértettük, akkor nézzük meg az angelos kifejezést, ami ugye a magyar angyal szónak az eredete, és ez az, amivel tulajdonképpen foglalkozni fogunk. A wikiszótárnál fogunk maradni még egy ideig, és az angyal főnevet fogjuk megnézni, ez ugye Elohim vagy Isten hírnöke, tisztán szellemi vagy spirituális lény, aki Elohim közvetlen környezetében örökké létezik. Az eredete az ugye angyal, ómagyar angyal, latin angelos és a görög angelos hírvivő szóból ered, úgyhogy itt is vissza kell mennünk egészen a görögig, ami angelos, úgyhogy meg fogjuk ezt is vizsgálni később. További átvitt értelemben használatos jelentése, ugye szép fiatal lány, önzetlen személy, kedves barátnő, stb. Stb. Ez a kislexikon.hu oldal, és itt az angyal bejegyzésnél azt olvashatjuk, hogy a görögből származik, eredeti értelme hírnök vagy hírvivő. Elohimnek vagy Istennek küldöttei, másrészt pedig olyan tiszta szellemi vagy spirituális lények, akik folyton az Elohim körében lévén őt szünet nélkül magasztalják, dicsőítik. Ez volt az angyalok egyik feladata, a másik pedig az, amit leír itt később, hogy a pozitív vagy a jó angyalok egyik kiváló kötelessége az emberek őrizete is. Szóval az őrzők feladata az, hogy az embereket megvédjék, és mivel tudjuk, hogy vannak bukott angyalok, jó, illetve rossz angyalok, ezért a jók azok, akik az embereket védelmezik a bukott angyaloktól. Ugye itt azt írja, hogy az utóbbiak, azaz a bukott angyalok, Lucifer vagy Heilel vezetése alatt Elohim ellen fellázadván az örök kárhozatra lettek taszítva, és azóta irítségből és gyűlöletből az embert is arra a sorsra akarják juttatni, mint az első emberpár
története is elbeszélik. Érdekes, hogy a kislexikon.hu milyen nagyszerűen összefoglalja az eredeti problémát, azt a problémát, mely az emberiség életét a kezdetektől fogva megkeseríti. Ez itt Wiktionary.org, és szintén az angyal bejegyzésnél azt láthatjuk, hogy Elohim küldötte, valamint a latin angelus szóból, ami a görög angelos vagy angelos kifejezésnek az átvétele. Hogyha megnézzük a különböző fordításokat, akkor látjuk azt, hogy a héber malak szó, azaz hírvivő vagy üzenetközvetítő, illetve a görög angelos kifejezés szintén angyalt jelent. Ha megnézzük a Wikipédiát, akkor az angyal bejegyzésnél azt olvashatjuk, hogy az írásokban az angyalok Elohim küldöttei a jó angyalok Elohim akaratát adják hírül az embereknek, segítenek rajtuk, és az írások szerint az angyalok Elohim teremtményei, és semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve magasabb rendűek az embernél. És szerintem ez az, amit nagyon sokan elfelejtenek, és azt gondolják, hogy ők értik az igazságot, ők észrevennék, hogyha megtévesztenék őket, míg az egész világot megtévesztik. Pontosan azért, mivel azok, akik a háttérben állnak, minden tekintetben magasabb rendűek az embernél. Érdekes az, hogy a mai világban szinte mindent elfogadnak az emberek, tekintet nélkül bármiféle logikára is, az UFO-któl elkezdve a fénylényekig, de hogyha angyalokról van szó, akkor az nevetséges. Persze ez érthető a programozás hatásának, betudható, de a történelem során mindig is hitték az emberek, hogy léteznek valamilyen fajta spirituális lények, és ugye minél visszább megyünk a történelemben, az emberek annál jobban tisztában voltak azzal, hogy mi is az, ami a spirituális oldalon zajlik. És úgy a héber, a zoroasztriánus, vagyis a perzsa, a keresztény, az iszlám hitvilágban is szerepeltek már az angyalok, vagyis a hírvivők, de vannak előzmények a pogány hitekben is. A héber és arám megnevezése az malach, és hírnököt, hírvivőt, követett, küldöttet jelent magyarul. És 213-szor fordul elő a Tanákban, vagy az úgynevezett Ószövetségben. Szóval azok, akik követik az írásokat, azok, akik magukat hívőnek tekintik, nem tudnak. Szóval azok, akik olvassák az írásokat, akik magukat hívőnek tartják, kénytelenek elfogadni a tényt, hogy az angyal, illetve az Elohim, a teremtő és az emberek közötti hírvivők azok léteznek, és ráadásul nem csak azok léteznek, akik engedelmesek, hanem azok is, akik engedetlenek. Végül is a mi életünk és a nehézségeink, mindenféle harcaink az ennek a két oldalnak a szembenállásából ered, és ennek az eredménye. A Biblia, vagyis az írások szerint az angyalok teremtett, de jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Elohimhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciára, beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi vagy spirituális testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni a földi eseményekbe. Vannak pozitív vagy engedelmes, illetve gonosz vagy engedetlen angyalok is. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a föld felszínén, föld mélységében is megtalálható. Erre láthatunk egy példát Bamidbar 4 Mózes 22-es fejezetben. A 21-es verstől fel kell azért, Balaam reggel megnyergeli az ő szamarát, és elméne a Moab fejedelmeivel. Megharagúvék Elohim, hogy elmegy vala ő, és megáll a Jahuának angyala az útban, hogy ellenkezzék vele, ő pedig üget vala a szamarán, és két szolgálja vala vele. És meglátá a szamár Jahuának angyalát, amit áll vala az úton, és mezítelen fegyvere kezében. Letére azért a szamár az útról,
És Méne a mezőre, Bálám pedig veri az ő szamarát, hogy visszatérítse az útra. Azaz Bálám nem látta az angyat, míg a szamár látta ez a szó angyal, egyébként Malach. Küldönc, futár, küldött, hírvivő vagy hírnök. Szóval Bálám nem vette észre, ezután még egyszer megismétlődik, ugye megint meglátja az angyalt, a szamár, illetve harmadjára is, és Bálám még mindig nem vette észre, illetve nem érzékelte a melleket, vagy az angyalt. Ha megnézzük, hogy mi az, amit ír a Wikipédia ezután, ugye az írások ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számolnak be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak az embereknek, és ez többféleképpen történhet meg, ugye megmutatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, mely valóságosan sajátja, vagy kiüresíti magát ebből, és egészen összetévesztető módon emberként is megjelenhet, de szélé vagy tűzé is válhat. Ebben az esetben egyik sem történt meg, hanem a 31-es versben megnyitá Jahóa Bálám szemeit, és látá Jahóa angyalát, amit áll az útban, és mezítelen fegyverét az ő kezében, akkor meghajtá magát, és arcra borul. Azaz ebben az esetben Jahóa volt az, aki megnyitotta Bálám szemeit, hogy lássa ezt az angyalt, aki ugye elhozta az ő üzenetét, ugye később egy párbeszéd alakul ki közöttük, amikor megtudja, hogy mi is ez az üzenet, Bálám megtudja. Egy másik történetben szintén találkozhatunk a Malakimmal, vagyis az angyalokkal, ez az egyik ezek közül Bereshit 1 Mózes 18.1 a 20-as versben mondta azután Jahu, mivel hogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnök feletté megnehezedett, alámegyek azért, és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy nem. Tudni akarom. Ezúttal ugye Jahua maga az, aki le fogja ellenőrizni, hogy hogyan is viselkednek az emberek Szodomában és Gomorának, ugyanis az imája, az igazak imája, az a kiáltás, az feljutott hozzá, és megnézi, hogy valóban úgy cselekednek-e az emberek, azaz kapnak még egy esélyt, amivel, mint tudjuk, nem éltek. Ennek az előzménye az, amit az első versben olvashatunk, amikor is Jahua meglátogatja Ábrahámot, ugye ez a Malák Jahua, nem az atya, megjelenik, pedig ő neki Jahua Mamré tölgyesében, és ő ül vala a sátor ajtajában a hő napon. És felemeli az ő szemét, és látáimé három férfiú áll ő előtte, azaz az angyalok, illetve maga Jahua férfik, azaz ember képében jelent meg neki. És az is kiderül, hogy látja őket, ugye érzékeli, hiszen azt írja, illetve így folytatja, hogy és látvány eléjük siet a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. Azaz valamilyen formában mégis lehet tudni, hogy ezek nem emberek, hiszen egyből tudta, hogy ezek angyalok. A 16-os versben pedig ezek utána felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak, vala Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket. Tehát ezek a férfiak megindulnak Szodoma felé, és ugye ezek után következik a 20-21-es vers. A 19-es fejezetben pedig láthatjuk azt, hogy Jahua ekkor már nem tartott velük, csak a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ül vala, és amit meglátta őket, Lót felkele eléjük, és arccal a földre borult. Tehát Lót is értette azt, hogy ezek nem egyszerű emberek, és eléjük sietett. És azonnal meginvitálta őket a házába, és utána az ismert történet következik. A kifejezés itt is természetesen Malach, azaz küldönc, futár, küldött, hírvivő, hírnök, vagy pedig ugye magyarul angyal. Ha megnézzük, hogy az angyalról mit írnak itt a szótárban, mennyei lény, valamivel nagyobb a méltósága, mint az emberé, az angyalok teremtett lények, szolgáló szellemek, nem házasodnak, szentnek teremtettek, közülük néhányan kiestek a bűntelenség állapotából, és ezekből egyesek megkötöztettek, míg másoknak megvan a szabadságuk arra, hogy Elohim akarata ellen cselekedjenek. Ugye az igaz angyalok azok imádják Elohimet, segítik, védik, megszabadítják Elohim gyermekeit, az igaztalanok pedig ellenállnak Elohimnek, és megkísérlik Elohim szándékát meghiúsítani,
és ezeknek ugye különböző rangsoruk van, különösen fontosak az arkangyalok, mint Mihály és Gábriel. Az is kiderül, hogy mindössze három angyal szerepel a nevén az írásokban, az egyik ugye Mihály, vagy Mihály, ki olyan, mint Elohim, ugye Mihály, Gabriel, Elohim hőse, illetve természetesen Helel ben Shachar, azaz Lucifer ismertebb nevén, ami annyit tesz, hogy ragyogó, fénylő, dicsérő hajnal fia. Ez ugye a héber neve Helel ben Shachar, és később ebből alakul ki ugye a Septuaginta, vagyis a görög nyelvű Ószövetségen keresztül a latin fordításon át a Lucifer, mint fényhordozó. A legismertebb neve azonban mégis talán Sátán vagy Satán, a héber szóból, mely magyarul vádlót, rágalmazót, ellenállót vagy ellenséget, illetve tévelygőt jelent. Az angol angel szó ugyanúgy alakult ki, ahogyan a magyar angyal szó, és végül is ugyanaz az etimológiai háttere, úgyhogy ha megnézzük ezt, akkor látjuk azt, hogy körülbelül 1300 körül az angol engel, illetve a francia angele, ha jól ejtem, szónak az egybeolvadása nyomán alakult ki ez a kifejezés, és ugyanazt írják a latin angelus, vagy angelus, illetve a görög angelos szóból származik, mely szó szerint annyit jelent, hogy hírvivő, vagy követ, vagy pedig valaki, aki kijelent valamit. Illetve ugye a Brit Házsaságban, a megújult szövetségben ez egy hírvívőt jelent Elohimtől. Mivel az összes szótár egyetért abban, hogy az angyal szó vagy az angel szó a görög angelos kifejezésből ered, így mindet nem mutatnám meg. Azonban nézzük meg halfshekel.com összefoglalóját az angyal szóval kapcsolatban. Az angyal elsősorban ugye egy mennyei küldött Elohimtől vagy Istentől, és egy nagyszerű példát mutat erre, ez ugye Lukács első fejezet, amikor is a malák vagy angyal Gábriel hozza az üzenetet a másiák vagy a megváltó születéséről. Ő is megemlíti a szó eredetét, és odáig jut, ameddig mi is jutottunk, tulajdonképpen a görög angelos szó az, ahonnan ered az angyal szó. Ha meg akarjuk nézni, hogy hogyan jelenik meg a két szó a két részében a könyvnek, ugye a héber, illetve a görög oldalon, akkor Malakiás 3-as fejezet első vers, egy nagyszerű kezdet, arról ír, hogy íme elküldöm az én követemet, és ez a követ nem más, mint Malak, azaz küldönc, futár, küldött hírvívő, vagy angyal, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába Jahua, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, íme eljön, azt mondja a seregek hatalmassága. Ez az idézet jelenik meg Márkosz vagy Márk első fejezetben, amint megvan írva a profétáknál, íme elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te utadat előtted, és ez a követ pedig már a görög szó angelos vagy angelos, angyal, úgyhogy láthatjuk, hogy az angyal, illetve a malák az egy és ugyanazt a dolgot takarja. Apostolok cselekedetei 6-os fejezetben ugye Istvánra érti azt, úgy mint hogy angyal ugye olyan arca volt, mint az angyalnak ez István tárgyalása során, szóval a kifejezést olykor emberekre is használja, illetve átvitt értelemben. 4-es pontban láthatjuk azt, hogy az angyal, mint Isten vagy Jahua megjelenési formája is egyben, természetesen itt az Atya és a Fiú sorozatban tárgyaltakra utal, ugye az angyal Jahua, mint az Atya üzenet közvetítő, a legfelsőbbrendű teremtett lény, és ez az, amiről beszél, ez ugye második Mózes sem mond, 3-as fejezet, amikor az égő csipkebokorban jelenik meg az angyal, erről van itt szó. Aztán szintén úgy, mint egy közvetlen utalás Elohimre magára, ez ismét csak, ugye ez érteni kell, hogyan működik az Atya és a Fiú, de ez 1 Mózes 48-as fejezet,
amikor is arról beszél, hogy az angyal, aki megmentett engem a gonosztól. Egy újabb előfordulási formája az, amikor az angyal egy közvetlen utalás Elohimre magára, ez ismét csak abból adódik ez a idézőjebe tett félreértés, hogy az emberek nem különböztetik meg magát, az angyal, Jahuát, a szót, illetve az atyát, mint Jahuát, de nézzük meg, hogy ez hogy is jelenik meg, ugye 1 Mózes 48, Bereshit 48-as fejezetben. 16-os vers, amaz angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg egy gyermekeket, és viseljék az én nevemet, és az én atyáimnak, Ábrahámnak, Izsáknak nevét, amint a halak szaporodjanak-e földön. Előtte pedig ugye utal Elohimre magára, és megáldá Jahuszefet vagy Józsefet, és mondta, Elohim, akinek előtte jártak az én atyáim, Ábrahám és Izsák, Elohim, aki gondomat viselte, amióta vagyok minden mai napig, amaz angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg a gyermekeket. Szóval az angyal, ez a Malak Yahua, az, aki az atya nevét képviseli, a szó maga, aki megjelenik a Földön, aki ugye a megújult szövetségben, a Brit Hadasában lesz Jézus Krisztus, vagy Yahusha HaMashiach, aki mindvégig jelen volt, ő az, akiről beszél itt Jákob. Nagyjából ez az, amit egyelőre találtam az angyal kifejezésről, illetve ezt gondoltam, hogy ha esetleg valakit érdekel, akkor ezzel össze lehet foglalni, hogy mi is ez, és talán így mindenki jobban megérti, hogy az, ami a mi fejünkben él, illetve ami a legtöbb ember fejében él ezzel kapcsolatban, az egy téves kép, és érdemes utána nézni a dolgnak, mielőtt az ember kialakítja véleményt róla. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!